ebéd utáni programjaikat töltik éppen a bregyóközi napközis táborban a gyerekek. Varga Zoli elégedett a tábori koszttal, mint mondja, sokféléből választhatnak. Reggel is három közül lehet választani, például műzli, teje, a kakaó, vagy párizsis kenyér, vagy kalács. Az ebédből is abból leves egy van, és lehet választani például mákos gubát, fánkot, meg gofrit. Székesfehérvár ifjúsági tanácsnoka is osztja a diák véleményét, valóban bőséges a választéka a gyermekek számára. Mészáros Attila hozzáteszi, fontos feladata az önkormányzatnak, hogy ne csak iskolaidőben, hanem a vakáció alatt is gondoskodjon az arra rászorulókról. Egész évben különböző rendszereken keresztül támogatjuk a gyermekétkeztetést, több mint 400 gyermeket támogatunk, ami mintegy 10 millió forint forrást igényel az önkormányzat részéről, és itt a táborban is ugyanolyan áron tudják igénybe venni a menzaétkeztetést, mint évközben. Jogszabály határozza meg, hogy kik azok a családok, gyerekek, akik igényelhetik az étkezési térítési díjat. A hatósági főosztály vezetője kérdésünkre elmondta, a napközis tábor minden negyedik tanulója kapja ingyen az ételt, minden ötödik diák pedig féláron juthat hozzá. Azok a szülők, akiknek általános iskoláskorú gyermekük semmiféle támogatásra nem jogosult, a tanév során kialakított menzai díj összegét, azaz 508 forintot fizettek a napi háromszori étkezésért. Hetente 400 gyerek étkeztetéséről és nyári táboroztatásáról van szó. Itt ugye nem csak az étkeztetés, ami ingyen jár, hanem azok a szabadidős és kulturális programok, amit még a táborvezetés biztosít a gyerekek számára. A bregyóközi napközis tábor utolsó turnusa augusztus 6-án indul. A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal és sportolási lehetőségekkel várják, valamint a Los Andinos zenekar is fellép az augusztus 10-éig tartó táborban.